ezt nem hiszem el. Már megint, hogy kerülök a világ végére egy sivatagba? Merülhet fel a kérdés, ez a vlog kicsit ezt hivatott elmagyarázni. Helyzetjelentés, ki hol van? Úgyhogy gyertek, meséljek egy kicsit. Amúgy ez itt a hátam mögött a híres nevezetes kaliforniai Venice Beach skateparkja. Ott van az álmok kosárpályája, valamint mögöttem pedig tök jó hullámok szörfözéshez. De ez a vlog most nem erről szól, hanem ki kell derítenünk, hogy Kínából mikor ér haza a csapat másik fele. Most hazateleportálunk, megnézzük, hogy elkészültek az új FaceTeam-es pulcsik, aztán edzés is lesz, fellépés, laptop teszt, és közben próbálom nektek elmagyarázni, hogy mégis hogyan működik most a csapat élete. Remélem, hogy nem csak még jobban összezavarlak titeket. Szóval gyertek, próbáljuk meg! Baby girl love my bop and unlike me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen don't stop, shit ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you. És itt is vagyunk Sojmár Citybe, ahol át kell vennem az új FaceTeam pulcsikat. Ugyanis a varrónő itt készített el. És igen, már a merch cuccaink Magyarországon készülnek. Itt van a varrás, itt van a nyomás, a tervezés is ugye, és ráadásul ezt most ti terveztétek, ugyanis ti döntöttétek, hogy melyik legyen, melyik tetszett a legjobban. Hát ezek elég királyok lettek, de sajnos nem nézhetitek meg. Max a videó végén talán. És most még el kell vinni őket szétválogatni, csomagolni, beküldeni a shopba, aztán onnan mehetnek majd a rendelések. Ja, meg amúgy ez most érkezett, még tavalyról a Guinnessünk. Nem nyílik ki rendesen. Hát most vagy én vagyok nagyon szerencsétlen, vagy Guinnessék nem tudnak rendesen csomagolni, de hát ez így jött. Szóval ilyen, hogyha megkapsz egy Guinness rekordot, nem amúgy szép keretbe szokták kapni. Most én spúr voltam és csak ilyet kértem. Egy perc alatt legtöbb zsákolás trambulinról. Baby girl love my bop and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen don't stop, shit ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you. Az a kedvenc részem az egészségből. What is love? Látjátok, hogy mögöttem a többiek már nagyba készülnek a következő sorra, ami holnap lesz Miskolcon. Majd a vlog végén azt is látni fogjátok. És hát tényleg egyszerre nagyon durva, hogy mennyi helyen jelen van a csapat. Én most nem vagyok büszke rá, de nagyon nem edzettem eleget itt az elmúlt hónapokban. Inkább az utazós projektekkel voltam elfoglalva. De emberünk mindig van, úgyhogy nyomják a youngsters és a felnőtt közösen. Ádámék, Leviék csinálják a showt holnap. Ma jöttetek haza és már fellépsz rögtön? Hát muszáj volt igazából, kellett egy kicsi, nem is azt mondanám segítség, de hogy emberhiány volt és akkor segítek hát, neki persze. De aranyos. Milyen jó volt már? Rápróbáltam. Tehát hogyan is működik a FaceTeam? Az egész csapatnak, az egyesületnek van vagy 200 tagja, a legfiatalabbaktól a legidősebbekig, és az aktívoktól a passzívakig, itt mindenki megtalálható. Akikkel viszont ti leginkább találkozni szoktatok, az csak a felnőtt csapat, ami egy ilyen 15 fős különítmény. Ezek alatt pedig találhatók az utánpótlásból felkerült fiatalabb tagok, a FaceTeam Youngsters, ők is körülbelül ilyen 5-10 fővel szoktak lenni, és a FaceTeam Győri különítménye, akik szintén vállalnak külön fellépéseket. Tehát ez a fellépői gárda, ez nagyjából egy ilyen 30 főben szokott zárulni. És akkor ezen kívül meg vannak az utánpótlás csapatok, az U12-től egészen U18-U13-ig. Itt nagyon sok ügyes utánpótlásos gyermek van. Ezen kívül szokott lenni még külön, vagyis hát volt régen, külön FaceTeam Girlies, azaz lány csapat is. És akkor nagyjából így ebből tevődik össze az a sok-sok ember, plusz az öreg fiúk, akik már hát annyira nem edzenek. Mint például én. Nem, úgy nem. Én még... Nekem még eljön az időm még egyszer. És ez a 30 fős fellépői csapat is tud különböző részekre oszlani, különböző variációkban showt csinálni. Ez látható is, hogy az elmúlt 5 évben végig ment egy nagy-nagy külföldi turné, ami Franciaországgal kezdődött, aztán volt Kína, Macau, utána Malajzia, és utána ismét most Kínában vannak a srácok. Ezek ilyen hosszabb egyéves szerződések. És ilyenkor sok időt kintölt egy ember, de ilyenkor is vannak cserék, kivéve talán, aki már lassan 6 éve az elejétől nyomja végig kint. Viszont eközben az itthoniak sem tétlenkednek, ugyanis szoktak lenni akár rövid külföldi fellépések, ezek ilyen cirkuszok, Németország, Franciaország,
Hongkong különböző fellépések, showkon, ezek ilyen egy hónapos szerződések, és akkor szépen azokból is így be van alá dobálva. Aztán szoktak lenni rövidebb külföldi fellépések, amik ilyen egy-két napos, ilyen kosármeccsek, félidősok, és azokra is ki tud menni itthon egy-egy csapat. Valamint itthoni fellépések, amik szintén általában egynaposak, abból nagyon sok főleg nyáron szokott lenni, és akkor egyszerre több helyen van a csapat, mindig kiválasztják, hogy éppen ki az, aki a legalkalmasabbra, a legjobban rákészült, legtöbbet edzett, és igazán megérdemli azt, hogy felléphessen. Valamint a Face Team Győr pedig külön önállóan is vállal sokat, ők is külföldön itthon. Ezen kívül ugye más munkája is van a csapattagoknak, mindenki utazgat közbe, forgatásokat vállalunk külföldön. Ilyenből is volt egy csomó beletűzdelve az elmúlt 5 évben, Hawaii, Thaiföld, Izland, síelések, mindenféle külön forgatás, amiket egyéniben akár vagy kisebb csapatokban csinálunk, vlogolgatunk. Na de itt a koronavírus miatt ugye 2020 és 21 környékén volt egy kisebb-nagyobb leállás. Hát sajnos ez történt, a kínai meló az szerencsére ment, viszont minden más alatta az nagyjából megszűnt létezni, és viszonylag kevés ilyen itthoni fellépés volt, meg külföld is, és most talán kezd végre újra beindulni. Ez abból is látszik, hogy tényleg egyszerre 6 helyen van a csapat, szóval a kínai csapatrész nyomja a napi egy showját folyamatosan, plusz ez alá bejött egy 2 hetes Abu Dhabi felkérés, amire szintén összeraktunk egy csapatot, és közben meg még itthon is voltak fellépések, azokra pedig a Face Team Youngsters ment most, valamint én közben elmentem Perúba, a Mátéka Maldívon van, a Geri pedig Spanyolországban dolgozik, szóval így van az, hogy egyszerre folyamatosan össze-vissza pattogunk a világban, és különböző helyekre jönnek nektek a videók, talán így egyel jobban most átlátni, hogy miért is lehetséges ez. És hogyha most ideérünk a most, a jelenbe, akkor lesz Kínában egy csere. Egy idő után már fizikailag is, mentálisan is megviseli az embereket a kintlét és a folyamatos show terhelés, úgyhogy ilyenkor van az, hogy egy kis cserélődés, pár ember hazajön és pár ember megy ki a helyére. Most egy kicsit ezt fogjuk körüljárni ebben a videóban egyébként, és remélem, hogy így nektek is körvonalazódik, hogy kivel mi történik, ki hol van. Sziasztok, gondoltam gyorsan, beköszönök innen Kínából, elmesélem, hogy mi a helyzet itt most velünk. 15 hónapja ugye itt vagyunk már az országban, 13 hónapja dolgozunk ebben a cirkuszban, de számomra ez december közepén véget fog érni, mert nekem lejár a szerződésem, és én haza fogok menni, mert haza szeretnék menni. Viszont a cirkusz továbbra is szeretné, hogy itt dolgozzon a Face Team, úgyhogy reméljük, hogy a csapat egy része még maradhat tovább. Én viszont otthon fogok videókontentet gyártani, majd nem sokára újra a csapat többi részével, úgyhogy nem sokára találkozunk. Na gamerek! Magyar? Próbáljuk ki. Na, mit hoztál nekünk, mutasd? Nem is sokat játszol, látja. Nem szoktam. Csak labdával. Igen. Szóval leszettem nektek egy játékot, a Forza 4-et, mert azt hallottam, hogy azt szeretitek. Igen. Úgyhogy próbáljuk. Azért inkább a sport felől orientálódtunk, de mindig is szerettem játszani. Viszont sose volt egy ilyen jó gépem, mint ami most van. És erre nagyon kíváncsi vagyok. Fél éve nálad van. Lassan fél éve. Komolyan? Használom ezt, hát nyár eleje óta. És amúgy, hát látjátok a videók minőségét, milyen jól lehet rajta vágni. Egyszerű és kicsi, és végre tudom magammal mindenhol vinni. Most viszont végre megnézzük, hogy amúgy gamingre mennyire jó. Ádám és Dini a két professzionális gamerünk, Ádám streamen is szokott volt régen. Yes, és hogyha megkapnám ezt a laptopot, akkor mindig streamelnék. Nem, úgyhogy... De amúgy te mi játszol? Xboxon játszok. Nagyjából ez a laptop árát, meg a teljesítményét is tekintve ezt a középkategóriát tükrözi, de én nekem egyelőre megvépül elégedve. 70 FPS, amúgy az abszolút nem rossz. Hogyne? Most megjött a kedve a gamen, és ezt hogyne? Még soha nem jutott volna eszembe úgy innen játszani. Ha valakit egyébként érdekelnek laptopok, akkor ott lesz a leírásban a notebook.hu linkje, és ott tudtok magatoknak beszerezni, főleg, hogy most Black Friday, meg karácsony, minden akció lesz, szóval talán most érdemes a legjobban. Ez az én időm. Én a telet szeretem. Az az előbb volt. Én a tavaszt. Jó, saras. Ja, és a színek, tényleg a színek? Rohadt szép, hát ez az. Ezért vagyok ki. Hát te se vagy csúnya. Te tényleg megnézném Ádi. És gondolod, hogy engem kiraknánk erre a laptopra. Ádi, Warzone megnézném. Kő! Jó, nem baj, visszapörgetjük. Szaggat. Visszapörgetjük. Á, nem szaggat. Semmi baj nincs ennek a gépnek. Fia slow-mo. Csak vágásra használod, komolyan. Komolyan elpazarlod. Elpazarlod erre. De én ezen napi
7 órát várok, vagy 9-et. Tényleg? Az is jól van. Te csak 3 órát bírnál rajta játszani, úgyhogy inkább legyen nálam. Nehogy azt itt, nehogy azt, na én bevallom, én reggeltől estig tudnék rajta játszani. Úgy fölfűteném ezt a cuccot. Azért itt már forró. Főleg, ha nem mész neki. Az egész Face Team maga egy gamer, csak még nem tudnak róla, még nem nőttek fel egészen hozzá, úgy, mint valaki a színházhoz. Meg a klasszikus zenéhez. Különleges napra ébredtünk ma, hiszen magyar fellépésünk lesz, méghozzá Diósgyőrben. A DVTK-nak nyílik egy új sportarénája, és ott lesz egy kosármeccs, és annak a fél idejében fogunk fellépni, úgyhogy... Pakolás most Matyiba vágom magam, és csak vlogolok, és nem segítek pakolni. Ha! Na majd megoldom egyet. Én mondom, én ma nem is ugrálok. Hát volna egyszerűbb, hogy idehozzuk az utánfutó. Hadd halljuk még egyszer ezt a fantasztikus... Csak megálltunk tankolni. Remélem nyerésre álltunk. Nyerésre. Nagyon durván. 2 órás kocsiút után meg is érkeztünk ide a csarnoknyitó bulira. Hát elég nagy fogadtatás van itt, ahogy látom. Fények, kivilágítás, minden egy csomó ember. Jöhet a melegítés, aztán mehet is a show. Erre nyomnám amúgy! Na gyerünk srácok, mehet a pakolás! Ugye Mátyás? Jó lesz! Izgultok már? Kicsit már régen. Ja. Sokan vannak. Én nagyon, nekem ez az első fel. Na hát már elkezdődött a mérkőzés, és akkor a fél időben pedig nem mi fogunk fellépni. De úgyhogy mi fogunk fellépni. Indulás! Szépen Matyit, hogy lassítva vágja be azt az utolsó ugrát, és mi is történt végül is. Mutasd csak hátulról. Hát úgy annyira nem látszik. Ó, mutasd. Rendben, hát, akkor majd még azért piros. Jó van. Hát, kicsit túlforgattam. A lényeg, hogy az benn volt. Ja, az benn volt. Nagyon jó volt a fellépés, mindenki imádta, sőt még a rendező... Jobb volt, mint Abu Dhabiban? Annál nem volt jobb, de mondta, hogy... Volt jobb, én azt mondom, de nem volt pár jó. Jó volt a hangulat. Úgy! És megkapod, elhoztam neked. Boldog szülinapot! Úgyis most lesz, ja, így néz ki a pulcsi. És most Ádám megkapja. Szuper lett, pont jó hossz, pont jó nyomás. Szépek vagyunk. Úgyhogy el is köszönünk, köszönjük, hogy itt voltatok ebben a videóban. És reméljük, hogy egy pár dolgot még megtudhattatok a Face Team életéről pluszban. Mi most befotózzuk ezeket a cuccokat és mennek fel a webshopba. Úgyhogy köszönjük, hogy velünk tartottatok a jövő videóba. Csá! I've been all on my grind, so why I need you?